Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A kormány a nyár vége felé közeledve első szándékkal ki akarta véreztetni, tönkre akarta tenni a háztartási napelemes rendszerek tulajdonosait. A miniszter úr egy számára jó pofának tűnő, de azért a külvilág nagy része számára igen sértő, sőt megalázó stílusú videóban, fesztiváli hangulatban, sajátos öltözékben közölte, hogy az éves elszámolás lehetőségét mindenkitől egységesen élvezik. A Mi Hazánk mozgalom lépett, vagy reagált erre leghamarabb az összes ellenzéki párt közül, és bejelentettük, hogy amennyiben ettől a szándékuktól nem térnek el, nem változtatnak ezen a vérlázító döntésükön, akkor arra biztatjuk a több mint 200 ezer tulajdonost, akik több mint 2000 megawattnyi kapacitással rendelkeznek egyébként jelen állapot szerint, hogy tömörüljenek per társaságba és biztatási kár címén pereljék be a magyar államot, hiszen amikor ők szerződést kötöttek, nem erről volt szó, sőt egyébként akkor még a 10 évig tartó éves szaldóról se volt szó, de arról, hogy végképp elveszik akár a 10 évig tartó éves elszámolás lehetőségét, aztán különösen nem. Majd jött egy pozitív fordulat, de jelzem, hogy egyenlőre azt a több száz, vagy több ezer jelentkezőt, aki a pértársaság létrehozása érdekében hozzánk jelentkezett, még nem tudjuk teljes mértékben megnyugtatni. Megvárjuk, hogy ennek a jogbizonytalanságnak, ennek a drámai kapkodásnak mi lesz a vége, ugyanis tekintettel arra, hogy teljes és totális a káosz, és a maradék bizalma sem maradt meg az embereknek, az önök ilyen jellegű szabályozása kapcsán sem, ezért nem tudjuk teljesen megnyugtatni azokat, akik perelni szeretnének. Nehogy az legyen a történetnek a vége, hogy valamilyen adóval, járulékkal, vagy valamilyen bármilyen jogcímmel még megsarcolják majd valami kreatív módon az önök jogászai ezeknek a napelemes rendszereknek a tulajdonosait. Érthetetlen a kormány lépése, hiszen ugye az orosz gáztól, sőt általában a földgáztól való függőséget meg kellene szüntetni. Ez össznemzeti energetikai érdek lenne. Nem kell hozzá egyetemi diplomát, meg tudjuk állapítani, hogy ennek két módja van, vagy a fa a fűtés, vagy ha korszerű fűtési módot akarunk, akkor az áram alapú fűtés, amely egyébként csak jelzem azoknak, akik kevésbé merültek el ebben a témakörben, hogy nem annyira olcsó, hiszen azok a hőszivattyús technikák, amelyeket önök oly nagy hévvel reklámoznak, azért 70 forintos árammal finoman szóval sem gazdaságosak. Gazdaságosabbak, mint a 750 forintos köbméter áru gáz, de legfeljebb ilyen összehasonlításban tekinthetőek csak észszerűnek. A legtöbb magyar embernek pedig nincs elég pénze, hogy kiépítse ezeket a rendkívül modern rendszereket. Éppen ezért az igazi határútvonal, az igazi megmenekülés azoknak, akik áramalakú fűtésre állították át az ingatlanukat, nem más, mint a háztartási napelemes rendszerek üzemeltetése. Örvendetes, hogy most már esély mutatkozik arra, hogy legalább 10 éve megtarthatják az éves elszámolást. Jelzem, hogy a kapkodásuk most ott tart, hogy havi elszámolást nem is akarnak, marad az éves elszámolás, illetve a 2023. szeptember 7-e után benyújtott kérelmekre pedig a bruttó elszámolás, amely a legkedvezőtlenebb az összes közül. Ugyanakkor ebben a kapkodásban több dologra nem készültek fel, erre szeretném még időben felhívni az önök szíves figyelmét a legteljesebb konstruktivitással és jóindulattal. Több mint 100 ezer kérelmet nyújtottak be a tavalyi bejelentésük után, 2022. október 31-ig. Ezeknek a kérelmeknek a feldolgozása talán mostanra véget ért. Megkapták az engedélyeket az érintettek, viszont ezek az engedélyek egy évre szólnak. Ezek 2024. szeptember 30-án vagy október 31-ig környékén lejárnak. Tehát az a 2025. december 31-ig tartó határidő, hogy 2 év türelmi idő van, egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak, államtitkár asszony. Éppen ezért nagy tisztelettel azt javasolja önöknek a Mi Hazánk mozgalom, hogy jogszabályban rögzítsék, hogy valamennyi 2023. szeptember 7-ig benyújtott kérelem alapján megadott engedély érvényesség ideje 2025. december 31-ig tart, hiszen ezzel elkerülik azt, hogy egy óriási dömping alakul ki, amely hatalmas áremelkedést fog generálni a következő egy évben. Ráadásul nem arról volt szó, hogy egy évig vagy 15 hónapig, arról volt szó, hogy még több mint 2 évig van lehetősége annak a több mint 100 000 embernek, aki tavaly október végéig és idén beadta a kérelmeit megvalósítani a háztartási napelemes rendszert. Különben önhibájukon kívül kerülnek rendkívül hátrányos helyzetbe. Egyértelmű az is, hogy az, amit önök előadtak ebben a történetben, azt vetíti előre, hogy az jár jól, aki körülbelül nullás rendszert alakít ki, tehát nem érdemes túltermelni.
Azonban ehhez nem csak akkumulátoros, nem csak napelemekre, hanem akkumulátoros rendszerekre és korszerű épületautomatikai rendszerekre is van szükség. Tehát egy támogatási pályázati rendszert kellene létrehozni, ugyanakkor az árszabályozás eszközeivel vigyázni arra, hogy ez ne az építőiparnak nyújtott közvetett támogatássá váljon. Várom ezekre a Mi Hazánkos ötletekre az önök érdemi válaszait. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Sok mindent elmondott azzal kapcsolatban, hogy hogy állunk ebben a pillanatban. Talán még amit érdemes kiemelni, az, hogy az elmúlt időszakban a napelem kapacitás és a napenergia térnyerése milyen kiemelkedő volt. Ezzel kapcsolatban vannak olyan számok, amiket érdemes kiemelni. Ugye 2030-ra szerettük volna elérni 6000 megawattot, ez már gyakorlatilag 2025-23-ra megvalósulhat. Csak a tavalyi évben 1100 megawattal növekedtek a kapacitások, ez mindenféle szempontból kiemelkedő eredmény, és a felülvizsgált Nemzeti Energia és Klímaterv 2030-ra már 12000 megépült megawatt beépült naperőművi kapacitással számol. Ez azt mutatja, hogy a magyar kormány a jövőben is elkötelezett a napenergia térnyerésével kapcsolatban. Ugye itt a jelenlegi számokat tekintve azt tudjuk megállapítani, hogy összesen 5207 megawatt napelem van. Ebből 3121 megawatt ipari méretű, ez ugye 50 kW feletti, és 2083 megawatt háztartási méretű, ami 231000 darabot jelent. Ugye itt képviselő úr utalta a bruttó elszámolásra, hát azért ezt mi nem magunktól találtuk ki, ez egyértelmű brüsszeli elvárás, hogy 2024. január 1-től változtassuk meg az elszámolási rendszert, és vezessük be ezt a bruttó elszámolást. Az elmúlt időszakban ugye azon dolgoztunk, hogy egy méltányosabb helyzet álljon elő, és a minisztérium ezért arra kérte a hatáskörrel rendelkező Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatalt, hogy vizsgálja meg a kapcsolódó szabályozás módosításának a lehetőségét, és itt képviselő úr végül is összefoglalta a döntést, amely szerint a kedvezőbb éves szaldó elszámolást alkalmazzuk a már üzemelők mellett azokra a háztartási erőművekre is, amelyek működtetői 2023. szeptember 7-ig jelezték fejlesztési igényüket. Utóbbiak esetében a rendelt módosítás ugye megállapította a 2026. január 1-ig történő beruházások megvalósulásának a feltételét. És ez azt jelenti, hogy a már előkészületben lévő fejlesztések is az éves szaldóban maradhatnak 10 éven át, hogyha 2026. január 1-ig lezárul a beruházás. 2024-től is ebben az értelemben fenntartjuk az éves elszámolást a háztartási méretű napelemes rendszerekre a településüktől számított 10 éven át. Szeretném képviselő urat arról tájékoztatni, hogy a minisztérium az elmúlt időszakban folyamatosan tárgyal és egyeztet a szakmai szervezetekkel, és gyakorlatilag ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog. Nyilván nekünk egyértelműen az az érdekünk, hogy a napelemre a jövőben is nagyon nagy mértékben tudjunk támaszkodni az energia mixünket tekintve. Azonban megkerülhetetlen szakmai feladat, hogy a térnyeréshez folyamatosan alkalmazkodó szabályozási, műszaki, hálózatbiztonsági, hálózatfejlesztés és gazdasági kereteket megteremtsük. Éppen ezért az elmúlt időszakban is már elindult egy nagyon nagymértékű hálózatfejlesztés, amire a jövőben is szükség van. A magyar energia mixet tekintve, illetve a hazai termelést áram esetében el tudjuk mondani, hogy amikor az időjárás olyan, akkor gyakorlatilag Pakssal együtt a megújuló energia, kiemelten a napenergia termelése, teljesen széndioxidmentesen tudjuk előállítani az energiát. Azt gondolom, hogy ez mindenféle szempontból egy fontos célkitűzése a kormánynak. Én arra szeretném kérni képviselő urat, hogy ezekben a témákban, mert már többször felszólalt napelemes ügyekben, a jövőben támogassa
mind az idei költségvetést, módosítását, jövő évi költségvetést, amiket ugye nem szavazott meg. Tehát ezeket az ügyeket kellene ilyen értelemben is mindenféle szempontból támogatni, mert azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés megvédése mindemellett ugyanúgy egy közös ügyünk, illetve a magyar kormánynak azok az energetikai célkitűzései fontos szerepet alkotnak a magyar költségvetésben. Úgyhogy én arra biztatnám képviselő urat, hogy azon kívül, amit nagyon szépen köszönök, hogy ezeket a témákat idehozza, de ilyen döntési helyzetekben is támogassa a magyar kormánynak a célkitűzéseit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.